Ez egy nagyon széles termékkör fölölelő szakma, hiszen valamikor a mindennapi életekhez is gyártottuk azokat a termékeket, ami az élethez kellett. Én belenőttem ebbe a szakmába, hiszen ez egy családi vállalkozás volt. Édesapám kádár volt. A műhely ott volt a háznál, délelőtt elmentünk iskolába, délután pedig besegítettem. Én úgy éreztem, hogy ebben megtalálom a magam örömét. Valamikor itt 8-10 kádár dolgozott. Létszám ez leesett, tulajdonképpen most egyedül vagyok Móron, de nem csak Móron, hanem itt Mór környékén is. Speciális a feldolgozása az alapanyagnak, hiszen valamikor hasították, most már fűrészeljük, de a fűrészelésnek is vannak speciális technikái, ez a forgatásos vágás. Ugye ezt nagyüzemileg nem lehet megoldani, tehát ezt mi magunk állítjuk elő a magunk alapanyagát. Nagyon sok élő munkát kell ráfordítani a mai napig, tehát nem lehet abszolút gépesíteni, emiatt viszont egyre kevesebb az az ember, aki hajlandó ezt vállalni, ezt a munkát. Egy időben én nálam 9 tanuló felnőtt, őket is abban a céllal neveltem ki, hogy majd lesz utánpótlás, de hát a fiatalok másfelé orientálódtak. Tűzön hajlítjuk ugyanabban a technikával, mint hajlították ősapáink, csak annyi változás, hogy maga a segédeszköz, ami a hajlítást végzi, van gépesítve. A jövő ettől függ, hogy lesz-e utánpótlás. Először a családi közösségekben kellene visszatérni arra, hogy a fizikai munka az nem bűn, és erre szükség van. Aki az a szakembergárda, aki ezt képes megtanítani, akkor ez a nevelés nagyon nehéz lesz. Így a fizikai állóképességtől függően én szeretném ezt csinálni tovább. Meglátjuk, hogy itt nevelődik-e ki olyan gárda, amelyik valameddig ezt tudja továbbvinni, ezt a műhelyt.